köszönjük, hogy vállaltad az interjút a Civil Hang Stúdióval. Arra szeretnének megkérni, hogy beszélj nekünk kicsit arról, hogy hétfőn még mire számíthat az a kiállát, hogy bízunk benne egy nagyon szép napsütéses időre, de már így megnyugtatásképpen mondom, hogy holnapra, vagyis hétfőre már gyönyörű derült eget ígérnek a meteorológusok. Most igaz, hogy egy kicsit borongós a hangulat, de a húsvéti rendezvényünk vasárnapi napja amúgy is az igazi előkészületekről szól. Ilyenkor többféle módszerrel próbálhatják ki a hagyományos tojásfestést. Nekünk az emlékparkban rettentően fontos az, hogy a hagyományokat ápoljuk, és ezeket továbbadjuk, úgyhogy mindenképpen a hagymahéjjal való festés, az írókázás, ezek tojásfestési szempontból előnyt élveznek. De az imént elsétáltunk az olvasókör mellett, ahol már a Rozsdamaró zenekar jó hangulatát is hallhattuk, amit ők teremtettek. Természetesen a népzenei hangulat és a néptánc az a hétfői napon is megvalósul majd itt az emlékparkban. És hát ugye, ha már hagyományápolás, hétfőnként jártak a legények a lányos házakhoz meglocsolni a lányokat azért, hogy ne hervadjanak el. Itt az emlékpark skanzenjében ez szintén meg fog majd valósulni. Többféle módszerrel fognak locsolkodni a hétfői napon. Nem fogok mindent így előre elmondani, de hogy legyen azért meglepetés, de annyit azért elárulhatok, hogy rózsavíz is szerepet játszik, és majd a vödör hideg kútvíz is, aminek a lányok lehet, hogy annyira nem örülnek, de semmiképpen se fognak elhervadni. Úgyhogy ez egy mindenképpen látványos eleme a rendezvénynek. Nálunk egyébként itt ópusztaszeren lovaskocsival látogatják meg a lányos házakat a legények, és muzsika szó kíséretében, úgyhogy egy igazi lélekemelő pillanat. De hogy ne csak ezekről a húsvéti hagyományokról beszéljek, bár a szeri húsvétnek a fő alkotó eleme nyilván a húsvéti hagyományok ápolása. Emellett számos helyen kézműves foglalkozással várjuk a kicsiket és a nagyokat, 3-tól 103 éves korig, hiszen egy-egy ördöklődőnek a kiindítása vagy megoldása az bizony a felnőtteknek is komoly fejtörést tud okozni, és néha a gyereki ügyességével hamarabb megoldja ezt a feladatot. Itt mögöttünk látható a Családok éve programsorozat ölelésében megvalósuló különféle játékos feladatok, amik szintén a hétfői napon is megtörténnek. A minigolf pályától kezdve a húsvéti curlingen át minden érdekes dolgot ki lehet itt is próbálni. Akik részt vesznek a programokon, egyébként még ajándékot is kapnak a szervezőktől. A pusztaháza épületében pedig a mai napon nyílt egy kiállítás, Tóth Attila természetfotós kiállítása, ami szintén a hétfői napon is látogatható lesz, és az idei évben a húsvéti rendezvényen lesz majd utoljára látható a látogatóközpontban a Puszták Aranya című kiállításunk, amely a Nagyszent Miklósi aranyleleteket mutatja be. Úgyhogy aki még nem látta, ragadja meg az alkalmat és jöjjön el ide hozzánk ópusztaszerre. Április 2-án hétfőn a szeri húsvét rendezvényre 10 és 18 óra között várjuk a látogatóinkat. Nagyon köszönjük az interjúinkat, és akkor további szép napot, mi is beolvadunk itt a környezetben. Rendben van, mindenképpen fessetek tojást esetleg emlékbe. Nagy élmény azért, és én azt hittem, megmondom őszintén, azt hittem, hogy gyerekjáték lesz majd írókázni, miért ne? Hát nem. Igen, csak meg kell tanulni, hogy fogd az írókát, hogy a viasz szépen csepegjen, meg ne folyjon mellé, mert ugye először megírókázzuk, utána bemártjuk a hagymahéj levébe, ami majd szép pirosra festi, eközben egyébként megfő a tojás is, tehát ez először nyers tojás is, és hogy egy kicsit mellé folyik a viasz, akkor bizony ott a motívum el tud mozdulni, de nagyon szép absztrakt műalkotásoktól kezdve gyönyörű szép. A kolléganők egyébként nagyon jó kézügyességgel születtek, úgyhogy igazi szép motívumok, pillangók, virágok, stb. Láthatóak az általuk festett tojásokon. Nekünk civileknek egy kicsit még gyakorolni kell, de hál' Istennek itt ópusztaszeren